Az NB1-ben és az NB2-ben már elkezdődött a bajnokság, az alacsonyabb osztályú csapatok még csak felkészülési meccseket játszanak, és még tart a téli teremfoci szezon is. Az öreg fiú tornák különösen népszerűek a szurkolók körében, mivel korábbi kedvenceket láthatnak a parketten. Újfehértóna hétvégén második alkalommal lép pályára 21 csapat a Fáraó Bútor kupáért. Nagy örömünkre határon túlról is két erdélyi csapat, a Székelyhídi Törekvés, illetve a Mezőpeti csapat elfogadta a meghívásunkat, illetve Ukrajnából is jön egy csapat. A keleti régió ugyebár nagy hagyományokkal rendelkezik, a Spari Diósgyőr, illetve a Spari Debrecen mérkőzés. Hát most lesznek résztvevők, akik a régi csatákban részt vettek. Az FC Joró Diósgyőri csapatból nagyon sok régi diósgyőri játékos, illetve a Dentofit csapatából a válogatottak sora Sándor Tamás, Sándor Csaba, Bernát Csaba, Igor Bogdanovics, illetve Kerekes Zsombor nevével fényezett csapat érkezik, illetve a Nyíregyházakról se feledkezzünk el. Biztos, hogy ott lesz a Standos csapatából Ádámszky Róbert, Hóman Rihád, Erdei Zolika, biztos, hogy nagyon jó mérkőzésekre van kilátás. A csapatokat 5 csoportba osztották a szervezők. Szombaton reggel 9 órától este 9 óráig tartanak a csoportmeccsek. Vasárnap délelőtt még egy csoportmeccseit láthatják az érdeklődők, aztán következik a kieséses szakasz, a döntő várhatóan délután 5 óra körül kezdődik. A torna összdíjazása 300 ezer forint, az első 4 helyezett mellett a legjobb játékos, a legjobb kapus és a gólkirály külön díjban részesül.